Örülök, hogy a 82. napon is velem tartasz. Tovább fogunk menni Ezékiel próféta könyvében, de valami miatt a sorozat írói, szerkesztői, azok nem léptek túl nagyot. Az első fejezet után következik a második fejezet. Ezt a címet adták a mai napnak, hogy megszilárdítás. És az alcíme az, hogy Ezékiel bátorítást kap az előtte álló nehéz feladatokhoz. Illetve mindegyik napnak van egy létkérdése, a mai napnak az a létkérdése, hogy milyen nehézségekkel találjuk magunkat szembe, amikor Istenről próbálunk beszélni másokkal. Azért ez a létkérdés, mert ahogy megnéztük az előző prófétákat, illetve párat, hogy Isten milyen feladatot ad nekik, hogyan foglalja össze azt, hogy mit fognak tenni, ott azt láttuk Ézsaiásnál és Jeremiásnál egyaránt, hogy nehézségekkel fogtok szembenézni. Mindegyik prófétának nehézséget írt, nehézséget ígért, és mindegyik próféta nehézségeket is tapasztalt. És láttuk, hogy az életük végéig tartott ez a nehézség. Lehet, hogy voltak időnként könnyebb, vagy akár dicsőséges szakaszok is, de mindkét előző próféta, Ézsaiás és Jeremiás is erőszakos halállal halt meg. Illetve mindennyikkel történtek nagyon erőszakos tettek is, miközben éltek. Nézzük meg hát, hogy Ezékielnek mit ígért Isten. Tulajdonképpen az egész második fejezetet föl fogom olvasni, ami aránylag könnyű, mert nagyon kevés igeversből áll, összesen 10 igeversből. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallgattam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem, hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek, mondd nekik. Így szól az én uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és töv is szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked, ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúl felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd el a hasadat, töltsd meg gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Mi az Istentől jövő bátorítás? Egyrészt az, hogy Ezékiel találkozott Istennel. Számunkra is az a legnagyobb bátorítás Istentől, hogy mi találkoztunk vele. Ha nem találkoztunk volna Istennel, akkor a kereszténységünk az nem egy életből fakadó dolog lenne, hanem kötelességek tárháza. Csupán szabálygyűjtemény lenne, amit nekünk be kell tartani. De a kereszténység az nem kötelességek tárháza, és nem szabálygyűjtemény, hanem Istennel való kapcsolat. Istennel való személyes, közvetlen, szeretett kapcsolat. És ez az, amiatt a próféták, akár Illés, akár Ézsaiás, akár Jeremiás, akár Abdiás, akár lehetne sorolni az összes prófétát, és akár az összes keresztényt is, kitart Isten mellett. Hiszen nem csak a nagy embereket hívja el személyesen Isten, hanem minden egyes keresztényt is. Legyen az akár ószövetségi, vagy akár újszövetségi keresztény. Miből adódik az a nehézség? Mert hogy nehézségekről beszélt a mai kérdésünk. Mi a nehézsége az Isten képviseletének? A legnagyobb nehézség az, hogy akivel beszélünk, az nem találkozott még Istennel. Ezért fogalma sincs, hogy mi miről beszélünk.
De mi azért imádkozunk, miközben valakivel beszélgetünk Istenről, hogy lássa meg, találkozzon vele. Miközben beszélgetünk, Isten mutasson meg magát annak az embernek. Mert lehet, hogy akkor is, hogyha nem mutatja meg magát, mi tudunk olyan nagyon szépen beszélni, és olyan nagyon szépen érvelni. És tudunk olyan érzelmi hatással lenni valakire, hogy azt mondja, hogy igen, én is keresztény leszek. De ha nem találkozott Istennel, akkor ennek nem lesz semmi értelme. Mert az az illető nem keresztény lesz, csak vallásos lesz. A vallásosság, a simán vallásosság és az Istennel való kapcsolat, az két különböző dolog. Nem lehet összetéveszteni a kettőt. Az egyik szabadságot ad, mert ól a fiót a szabadság, a másik pedig csak növeli az ember bűnét, mert a betű megöl. A lélek az, aki megelevenít. Ezért találkozott minden fontos szereplője az Ószövetségnek, Istennel, és az újszövetségi hívőknek is minden egyes személye találkozott Istennel. Mi is, 21. századi keresztények, nem azért vagyunk keresztények, mert olyan fantasztikusak vagyunk, hanem mert találkoztunk Istennel. És ha valaki találkozott Istennel, akkor még akkor is Isten fogja képviselni, és engedelmes lesz Istennek, ha ez az élet vár rá, amit Ezékielre várt. Azaz, hogy hirdeti az igét, és a nép pedig engedetlen lesz. Mert hogy mi nem idézzük elő Isten megjelenését valaki életébe, mi elmondjuk az igéket, mi tanúbizonyságot teszünk Istenről, és imádkozunk, hogy igenis jelentse ki magát annak a másik embernek, de rajta áll, tőle függ, hogy ezt megteszi-e. Nem azt fogja számon kérni tőlünk Isten, hogy hány embert ért meg rajtunk keresztül, hanem azt fogja számon kérni tőlünk, hogy elmondtad-e, amit tettem veled? Megtetted-e, amit kértem tőled? Az én engedelmességemet fogja számon kérni tőlem. És nem az, hogy a másik ember mit csinált az én engedelmességemmel. Rosszul esett, mint rengeteg mai lelkipásztornak nagyon rosszul esik az, hogyha hirdeti Isten igéjét, de a gyülekezete nem reagál. Ez végtelenül szomorúvá tud tenni egy lelkipásztort. De egy lelkipásztor pontosan tudja, hogy nem ezt fogja számon kérni tőle Isten, hogy mit tett a gyülekezeted, hanem az, hogy te mit tettél. Megtettél-e mindent, hogy más legyen az a gyülekezet? És ez igaz nem csak a lelkipásztorokra is, hanem minden egyes keresztényre. Megtettél-e mindent azért, hogy azok az emberek, akivel találkoztál munkahelyeden, szomszédságban, itt-ott, amott, azok megismerik Istent. Nem azt fogja Isten számon kérni, hogy megismerték-e őt, vagy hogy azok az emberek hogyan reagáltak, hanem azt, hogy te megvallottad-e őt előttük. Mert az ige a szánkban, a tanúbizonyság olyan, a hitvallás olyan a szánkban, mint a méz. Édes. Jó dolog megtenni, jól érzi magát utána az ember. Úgy is mondhatnám, ha jól akarod magad érezni, akkor mondd el valakinek az evangéliumot. Akkor beszélj Krisztusról valakinek. És meg fogod érezni ezt az édes ízt. És meg fogod tapasztalni azt az örömöt, hogy milyen Isten szolgálni. Mert minden egyes keresztény, legyen ószövetségi, újszövetségi, Istennek a szolgája. Találkozunk holnapi napon is.